Hát persze, mi nem kell nekem, mi nem kell. Ó, Niki, jó képen ma jól ébredtem. Hát én már mennél haza. Máma, már nem gyeresünk meg. Mikor mész befele? 2 órakor. Aha. Hát akkor lesz a papír, azt mondta a doktornő, a dánójelentés. Jaj, alig várom, már jöjjék hazafele. Hát én is nagyon már sem kívánok már. Egy lábosok nappal ez a reggeli lábosok. Se éjjelem, se nappalom nem volt, hogy nem volt itt. Hát elhiszem neki. Hát őnek is egy nyugodt pihenése nincsen bent. Hát nem tudom. Ma máma hazajön, jól megfürdik. Ó, már most alig várom. Csináljál nekik nagy ételeket, azt majd jövök én is arról, mondtam, hogy nincsen itt a vapor. Ne foglalkozzál semmivel. Köszönöm, Niki! Gyerekeket elvittem! Elvittem iskolába! Már ne én is horgászni a kicillok, most már jönnek a javudék, bába, nem én is vittem magamba. Hagyek én is, úgyis oda vannak a gyerek. Ó, te nagy petás vagy, Niki, jó, szoktál fogni halakat? Hát, én szeretettem. Én nem tudom, hogy van ez, hogy sok nej tud petázni. Te tudod, mit találtok? Nem, én nagyon jó is. Menj nyugodtan. Ne, megyek csak olyan helyre, tudod. Tudom. Nincsenek barátok. Egyetek valamit, egyetek. Ó, Istenem, megettem ezt a tojás reggel. Olyan rossz a gyomrom, hogy szinte az tiszta hány ingerem van. Hát, vizet, a fagyom. Nem tudom, amit csináljak magammal. Hát, a fagyom kúrázás, hogy ilyen. Na, az jó lesz, amit végnek, nem is olyan jobb időnk rendkezítek, hogy valamit. Nincs ott valami kis édeszívű valami? Hát, egyéb meg azt a danont, anyám. Ezt az meg nem valami egy gyereké? Nem, egyéb csak nyugodtan. Lehet, hogy helyés teszi nekem a gyomromat. Hát, akkor jön meg, hogy ilyen kivagolom. Jó, néz ki! Ja, az majd. Hozok a kést is. Lehetek én is mondani. Ja. Na, gondoljuk. Savanyú, Eniki? Savanyú? Na, szeretsz én savanykást? Én szeretem. Kicsit, hogy savanykást. Te kenyér is. Savanyú, nem tudom, én nem még jobban megfájdítsa a savat. Mi? Na, nem. Az jó, az nem ézételből készült, az ilyen növényes. Várjál, mutatok mindjárt valamit. Danut, te legyünk akkor a kis Danut. Gyere, csak ülj ide mellém le. Mit kell összehozni? Ezt akarom megtőzni. Mami. Nagyon, nagyon finom kaja. Várjál már. Humorod. Nincs neked úgy izény? Mi anya? Hogy cserép a dényed? Hát, lehet van kint. Csak a teteje szerintem eltört, az nem baj. Mit kettére fel? Le lehet pauliázni? Lehet, lehet. Jaj, Niki, ezt nem akarom megcsinálni. Na. Nézd meg ezt a kaját. Ilyen rupogó, sülök, sülök. Ú, az nagyon jó. De még kép van most, hogy el? Fake name módra. Fake name módra, mondom én, az jó. Utána már itt hagyjuk. Várjál csak. Na most mondd meg, nem van milyen biztosos. Ó, nagyon. Hát de meg lehet ezt ilyen be is sütni, vagy hogy van ez? Hát nem? Van nekem ilyen üvegszálam, az nem jó? A tetője is van. Be lehet, ilyen... A sütőben. Aha. Elvig manapság itt semmi. Na, ez a jelben az ügyen. Mi van veled te? Ennyi tömény. Na, vizet töltök. De hát itt az ügyen lehet, hogy az van. Nem tudom, én ez olyan savanykárt nem fog egy tömeg fájdulni. De hát te már mám olyan ízek vannak már, amit össze-vissza van itt, amikor vernek olyan víz. Minek? Ó, itt jól szalonnál. Olyan furcsa gyalogok vannak rá, mert milyen éjjel, olyan... Miért mondod, hogy furcsa gyalogok vannak? Hol látok?
Na, és mizet is dálni kapattunk majd egy pohár. Tehát törül már a fehér szádon. Mit tettél a bossz? Itt van fehér. Hát, rossz danom, de szerintem danom vagyok az ember. Ezt? Mm. Ez nem danom a bossz. Ami? Ez kézkrém. Meg ezt a kézkrémet. Ne játsszál vele. Kézkrémet tettél? Jaj, benyomta majdnem az egészet. Hát az én mondtad, akkor én azt tettem nekem, hogy egy danót tegyek meg. Én nem tettem oda, anyósnak adtam oda az apró danót. Rá van írva. Sokat tettél bele, Üle? Hát megette majdnem az egészet, félig van. De jön a szízem, hogy mit tudom én. Ja. Hát olyan vagy, mint a malacok, minden fel zavarsz, amit látod. Minden csak valami legyik, amit megjelente. De nem baj a tőle. Hát ki tudja. Nem vettél észre, hogy furcsa íze van? Hát nagyon furcsa íze van. Jaj. Azt hiszem, lehet kaukuszok. Lehet, menni fog a hasott tűgle, vagy valami. Hát de nem láttad, hogy rá van írva bodikrém? Hát megijed el, mindent megeszik, Miki, hajszed, hanem össze-vissza szakál állandó mindeneket. Nem jó vagyok. Na. Nem jó vagyok. Most mondd meg, hogy megtudta, hogy mi van, most már rákoncentrál. Megy be a vég! Fáj, Miki, ez mindent felzabáló, tudod, képzeld el. Mindenbe belekóstolod, mint egy gyerek, mint egy terhes kívánosat. De legalább kérdezném meg, hogy mit eszik. Hogy nem láttuk, hogy mit eszik? Lehet, hogy néztem a telefont. Lehet. Benyomta az egészet majdnem. Hűha. Hát akkor... Máskor nem szabad itt hagyni előtte semmi ilyesmit, mert megeszik. Hát Miki! Nagyon. Hát neked ennyire szétégett a hajad? Hát nagyon, majd elmegyek, levágatom. Majd valamikor. Hát ne haragudjál meg, mi kezd van, mint a csepű. Hát tudom, anyós, hát nem tudok vele mit csinálni. Jó, ott akartam, hogy rosszul sütni. Hát majd levágatom majd. Most majd milyenre fogod levágatni? Hát majd fodrász majd mondja, mennyit kell levágni, azt majd. Valamennyit, vagy ideális. Hát a pósod is jól tud vágni hajat. Jó, ne vicceljen már, anyós, hát nem fiú vagyok én, fejnyire. Hát egyszer én nekem is levágta a hajamat. Láttad volna ilyen milyen kis ilyen gina frizurát, hogy hogy mondják, már csinál. Olyan jó hajat fágott nekem, hogy na megy. Jó, ma majd elmegyek én a fodrászhoz, nem kell nekem. Na mi bajotok van ma? Azt mondom neki, hogy izéni. Le tudod neki vágni a haját? Ó, nem tudom. Hát nem én emberen bízál, hanem még a dombon ülő vadászkutya legyen. Én olyan haját vágok neked, hogy az Epi azt fogod mondani, hogy... Én nem fiú vagyok, jány vagyok. Én ne foglalkozzál, tabat, itt a szívembe mondom, én nagyon jól tudok, hogy megcsinálom neked a hajat. Nem jó, akkor majd elmegyek én a fodrászhoz. Ne menjél te, nehogy elmenjél már még arra, és én meg megoldom neked ezt a dolgot. Nagyon szépen levágni. Ha persze! Mondom. Bízál benne, ne úgy azt már, hogy én labdaszedé vagyok. Az, hogy te ezt nem hiszed el rólam, nagyon csalódó, mert nagyon jól vagyok. Na, akkor... Igen? Igen. Persze, üljék be fel a kínzó székbe, aztán... Hát neked meg mit csingottam, farkaimban leütek, vagy mi van ott? Hát jó, hogy? Mi, hogy mi ahogy? Mi? Mi van ott neked ott a hátul csünk valami? Itt annyira nincs hátul. Mi van a hátul? Az itt elő van, ahol nézed. Hátul meg hátul van. Én letettem az aulomat, szoktam azt billeten ide fejlődni. Biztos jól vagyok, tudsz látni? Ide figyel! Bízhatok benne? Teljes mértékben szívemből mondom olyat vágok, hogy azt fogod mondani, hogy a nyolc nyelven beszél. Én olyat vágok neki. Meglát-e miért? De. Olyan szerelmes lesz belé, mint a francba is. Na jó, akkor bízok benne. Bízom a benne. Tudod, úgy csináld neki, hogy nekem vágtad le. Az nagyon fog tetszeni neki. Mikor vágtam le neked? Mikor még voltam fiatal. Jó ez? Jó, mennyi? 17 éves voltam, nem megint szára. A szerecset kell, hajjal. Hát te ahogy, hát üljél úr a ház közepén, nem tudom. Jó, hát ki kéne mondani, mondtam ki. Hát hogy? Na, akkor ide figyeljetek. Én ezt most rendbe váglak, azt utána mehetünk az éjjel. Emilér? Persze.
minél hamarabb hozzad, hadd fel a dolgot, aztán... Lássa, hogy áll a haja, mint a izé, Csaki babátra. Mindjárt nézve, milyen hajad lesz. Majd, mindjárt meglátod. Levárjuk, kivasaljuk. Jó. Na, akkor kezdjünk bele. Na. Te ne foglalkozzál semmivel. Jó van akkor. Na, azaz. Szedjél ezeket a szárkákat lefele. Jó lesz ez, Miki? Ha, sose voltam nefi. Bízzál be a pausodba? Bízok. Bízok. Na, meglátom. Kicsit attól ez az orrom is, de ezért... Más, nem sopkát húzunk. Ne, hülyeskedj már! Én nekem is kikor levágta a hajamat. Megmondom őszintén, azt mondták sokan, hogy melyik fodrásznál voltam? Azt hiszem. Megmondtam, hogy ki volt a fodrász. Majd egy kicsit le kell, egy kicsit majd fülödnöd, de kicsit. Jel, nem baj. Hát a hajat is kell mossik, hát most ezt csak ki kell mosni majd a hajat. Igen. Na, igen. Most már csak annyi lesz az egész, hogy mindjárt egy fazak is fejsüköd is, hozom az orlaut. Na mindjárt kész vagy, Mika, hogy látom. Hát csak alatt riprapra megvan, nem kell attól annyira. Hát milyen? Jó. Ezt mondom én. Ha! Rügyi. Jó az. Jó lesz. Hát hogy lenne jó? Nem sokat vágol a pont. Ja, hogy vágok sokat. Hát... Nem tudj benne, hogy a rúgat. Van a végig vágok. Na, mikor a végig kell megvárni. Na, hogy kopasz legyen, hogy ilyenek. Hát jönnek a korintukáik is már Márta, hogy Emil hazajön. Szerintem igen. Szerintem is csak átjönnek, hát nem? Hát biztos átjönnek. Puti. Jó, nem hát tudom, hogy na menjél, akkor most meg a hajadat, hogy szárítottasd meg, szárítkozzál meg! Utána már mehetünk utána majd a fiúért, hát... Na milyen lett a múl? Olyan múl. Játszik, Miki! Mondom én. Sosem mondom. Hogy ugyanilyen vajat vágtál. Hát gyerünk, hogy így én is levágtam. Hát én nekem akarom már levágtam. Jó, hogy vagyok, van mint egy kunyhau. Hát levágtam. Hát a nagy haja, te foglalkozol itt oda egy-két dolgokkal. Na! Jó, kis divatosra vágtad, hogy jó fodrász vagy akkor. Na, mondom. Jaj, nézd meg, jól lesz. Jaj, Miki. Jól lesz én. Na. Nagy is így, de... Köszönöm, apos, nagyon ügyes, mert tényleg láttam, most már mindig te vágod a hajamat. Hát ezért mindig nem hát tudom a hajat vágni. Hát de néha azért csak csatkezd. Majd, hogyha valami olyan van, mint a temér, csak amikor utána egy kicsit túlszalad rajta. Miért nem vágtál? Megszerítottad? Hogy lehet hátul is, hogy vízem meg? Jó, de kicsit úgy lehet, hogy nem... Ha, meg ugye szintén. Jó. Csapja. Anyós, hogy kéne nekem egy segítség mondani. Na! Hát én visszafesteném feketére, nem festi vissza neked? De, hogyis nem. Visszafesti? Hát hogy ne festem? Nem, és mikor ér rá? Nehogy megint utána megint csináljátok valami hülyeséget, hogy leigyel. A végén, mert utána a gépbe fogom vágni a hajadat. Mondom neked, hogy úgy leszte, hogy én mondom. Ha megint festen, akkor gépbe fogom vágni a hajadat. Itt már semmi nem lesz. Már semmi. Semmi. Már nem. Na, ajánlom is. Így marad. Na, hát ez a beszél. Tehát visszafestél utána, mert ő megint izé. Nem, már nem csinálok vele semmit se. Fekete marad. Megjöttek már, mikor lakad? Ők jöttek. Szerintem van. Van a külök. Ja, már a hajadba belemettek a dunga. Belekeltezik a dunga a hajadba, majd én levágom a hajadat, ne figyelj. Jó, jó. Új, fáj az én. Ezt a gitárt. Hát miért nem tudja szalzenéteket? Megfájul a szület. Hello.
Mit csinálgatok most itt eszembe? Hát örülünk neki, hogy itt van. Örülök. Én is örülök neki, de neki jobbáltok meg. Hé! Mit csináltok most? Nem szabad ezzel most gondolkodni. Jó vagy, fiam? Nem. Most idő kisátportni. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Elvele! Nem vagy ember, neki mi van veled? Ez egy laufrász itt. Nem szabad ezzel. Szóval a kis fiam. Visszamenekülök. Nem menekülsz, de hogy már hozom, hozok valamit, akkor én meg mindjárt felé. Mit hozol? Adjatok neki egy, mit csináltok, mi a lelekem? Hozz egy pohár vizet, hova megy el? Felvettem. Mit csinálsz? Hát ezt a ide jött a... Ahogy vagy? Ne! Nézd, ne! A vitalaim van! Add vissza! Ha majd én elviszem, mert neked nem lett az orvos, akkor neked van? Ne, hagyjál mi! Mi? Hát el akarja vinni az italomat! Hát most mondtam, hogy már eladtam! Eladtad? Eladtam! Ezt nem kellett volna! Hát neked már nem szabad inni, hát mit gondolsz te? Ja, eladtad? Igen, eladtam! Eladtam az italt! Tedd vissza gyorsan! Akkor kérdez mindig olasz visszedet! Ne szattod az olaj, azt vidd el! Hát nem vigyel az italomat! Kedd? Nem kell nekem, ne abban foglalkozom. Nem is adok. Mi újság van veled, akkor azt mondd el, akkor már. Hát az az újság van, hogy... De amúgy el kéne higgyük, ha bunkolod. Hova? Mi? Oda be a szobába. Hát, nem merítek vinni az italaimat! Miért nem tudjuk el? Hát hogy gondolták ilyet? Nyááááá! Hát rosszul leszek! Bulit kell csinálni! Hát szó! De tudjuk benne lenni, nem vége, ígyjuk! Elhagyott a feleséged, úgy fáj az én szívem. Hát akkor... azért most voltam szintel a kórházban, ilyen szartoltató, hogy nyomol nekem fáj. Egy rakendról, Gyomik, egy rakendról. Bálatomba, azt azért csináltam, hogy... Fájt a szíved neki? Úgy. Te érted? Igen? Hát persze! Fájjon! Úgy fáj az én szívem, bálatomba meghalok, így te érted? Úgy fáj az én szívem, bálatomba meghalok, kéteéted. Hazajött a kórházból, hát az én fiam, háj lennedá, háj Na, kocincsunk egyet, mindenkit, ígyunk kólákat, mindeneket. Hála jó Istenek, hazajött a szép testvérem, testvérem. Örök legénységes legyünk a szép. De látom, ez a baj. Igen, álljunk be fel a sütni, főzni. Én már nem. Az a baj. Egy nagy probléma van a helyzet, hogy engemet mindig majom vízet adtuk nekem. Valami mi kéne neked, apó? Hát mit azt hisz a gyomrom, hogy megbolondultam? Hát ilyen majom vízet kínálják az emberek. Állj. Na. Beteg vagyok. Én vagyok a szómostan. Mert no. Mindenki beszél, nem hagytok szóhoz jutni el. Mit mondtál? Sütni? Sütni főzni kéne. Ha meg inni is. Akkor mi nem kellett már ezt az asztalt kucsúrni? Ez állt magad az atya! Sütlibákkal feltölteni. Nem tudtunk bemenni a házba. Már hoztuk volna kifel a malacpecsenyéket, sütöttük, grillezések, mindenek lettek volna. Nem tudtunk a házadba bemenni. Fel akartuk törni az ajtón, de csak utána meg... Nehogy feltörnétek a házamat! Meg jó, hogy nem mi most olyan beszélgetünk közben, itten grillezünk, sütünk. Hát akkor... Vagy feküdni akarsz? Pihenni? Hát lehet, hogy pihennem kellene. Pihenni kéne annak te, majd holnap megcsináljuk! Menjetek haza! Menjetek el! Hagyj pihenjen! Hát nem vagyok semmit se lehet! Mi gyújtom? Menjetek el! A hazátokba! Az otthonotokba térjetek vissza! Mindenki ahonnan jött, oda menjen! Állj! Én vagyok anyád, én mondom meg, mi legyék! Mi legyék? Mába, pihenni kell neki, ezt mindenkinek meg kell érteni! Akkor miért biztattál fel minket, hogy csinálunk mindeneket? Hát, Pete, én is hülye voltam! Hát nem gondolom, hogy a voltál. Most lett okos, 5 perc alatt! Hogy hogy néz ki? 5 perc alatt megokosodott, elérted? Te hülye! Hagyjuk izélni! Egy napot pihenni, az holnap majd szépen. Akkor újra nem is lesz majd hangban. Menjetek innen, amerről jöttetek mindegyik ember. Hogy pihenjen? Tehát kitélek fel, hogy pihenjen. Füredjél meg a lakában. Nehogy beálljál inni.
Jó. Azt is tedd le. Azt csak én. Azt se jöhet túl. Csak füzeti hagyom. Csak füzet. Te. Térjetek vissza a hazátokba. Menjünk akkor. Feküdj le. Szalvusz figyel. Köszönöm fiam. Menjetek. Menjünk akkor. Feküdj le. Menjünk akkor. Hát rámozták a színbaj, majdnem az összeestem ott, de mi van itt neked a fejedben? Mi? Krémek. Krém. Hogy vágattad le? Le van vágatva. Hús vágta le, nem jó? Mi vágta nem le? Nem tetszik. Hogy vágta le? Miért? Nem jó? De jó, hát te hogy csinált ilyen nyomhatszagokat? Hát nagyon azt mondta, hogy jó, vágott én meg. Vigyél be! Vigyél be! Vigyél be! Szítszettek ezek itt tígeret. Milyen szítszedel engemet? Igen! Menj! Rakd a szerelvízet, ha megvízem, ha van benne minden. Tökenyőre, tökenyő van, a szalommal, körmámmal, és nekem ez pacek minden. Pakoljunk össze fel egy húson. Mi hamarabb? Ugye tegyünk le. Ez a rossz keményen. Kemény petterék lesz. Ahol ideig is már szuperál. Itt a szalonnál is. Én ezekkel nem maradok így, hogy itt jelenik. Felidegesítem magam. Figyelj. Csomagtartóba kegye, hát minél kajáó van az itt. Megáll az itt addig meg. Megint fent a kézifejt, megint így járkáltam bele egy napig. A kis kajámos itt lesz. Egyre tesz, hogy egy kéz alatt lesz. Van. Jó. Na, kócs benne van. Jaj, az engedély meg a vede. Vödör. Na, akkor megyünk vede. Négy. Stefan! Gyere csak, fiam! Gyere, már mozogjál, vagy hillak! Mintha hílne! El kéne engemet a boltba vigyél! Kit? Engemet! Hogy ide kell? Hogy vigyél el? Hát nekem nincs autó, Krisztián elkérte most tőlem, tudod? Jó, Krisztián elkérte. Most a pádé itt van. Na. Na. Akkor jó van. Menjünk akkor. Kamarák a boltba? Menjünk a boltba. Akkor amikor a te gyújtot dobjál már ki az én a védőnőre. Megint az öreg csomkja. Én ezt a húrban megtettem. Bármilyen egy hol se lesz benne. De elhúzom. Úgy össze tudom készíteni. Megyek tanácsadásra. Most kérdezem már tőle, mikor kell menni vérvénytelen. Akkor vigyelek most már... Most csak kettő öröket vigyelek akkor? Hát akkor igen. Egy út a legdemet kidobol, nem tudok kidobni. Kidoblak, megfoglak, azt így kidoblak ki. Na. Jó, hogy dobjunk ki. Hát, dobjalak ki, akkor csinálj. Akkor rakjak ki, na. Na, öltözetek, akkor haladjunk, mert papír tőlünk, ablakot kell takarítani. Kocsi kulcs, biztos benne van. Már van a kocsiba, kocsi kulcs. Biztos benne van, akkor meg nincs. Jó. Hát ha nincsen, akkor igen, mert már napát reggel volt valami lehet. Akkor benne hagyja, az mi? Apu. Oh, mert tudja, mert napát humbanat, ez mindig van valami. Mikor nem csinálom, amit jól mondjam. Na menjünk. Jó, Istenem, de fel, álltunk, gyere ki. Kis kongok itt tente. Gyere, hát szintén, elvittem.
csigaj, lábod. Megyek már, terhes vagyok. Na, hát akkor itt a léci. Így kell jönni, terhes vagy. Izé, 1 km/s szekundummal kell jönni. Most akkor az első. Mondjál. Van egy pont. Helyt csak üljek be. Mi az? Hát a pecsát, hogy kell egy pecsát. Hogy kell egy pecsát? És a féreket tőle be, belemett az oldalomba. Megszki! Tehát már addig szintek ki, de hova tusod, vigyázz rá be! Hova látok? Hát azt hiszem, nem látok. Hát nem szemmel születtem. Mit tesz be mindig az autóba, te? Szem előtt legyen neki. Jó. Szépen lerakom én, mert felmegy a profi. Pecája így. Úr lesz a jó. Na. Mindig csinál kitalálva, de várj, a szöveget fel kell vegyem, tudod már, hogy úgy nem, elég nem látok. Hozzá nekem szemendészkifit, kakósigát, hozzá a szalámi, csirkemásunkát, uborkát, csak reggelizünk, pepsi. Ó, persze, lelkem, majd mindjárt megveszem neked lelkem az egész bautót. Milyen egész bautót? Egy reggelit mondtam, csak te kell félni. Ó, te tojás majd sűsülni. Akkor várt akarsz, mit cimodsz rá? Ó, tojás tegyek egész nap. Hát mi vagyok én, izé? Tojás elő? Amúgy tényleg valami kis szalámit legalább, vagy uborkát hozhatnál. Gyerünk reggelire. Jó van, hozok. Na. De azon gondolkozok, hogy mit főzzek, máma már teljesen kiik az agyam mindig, hogy mit főzzek. Ha főzzél lakomákat, anyám. Lakomákat? Milyen lakomákat? Ha lakomákat főzzél. Na mondjál, hát egy értelmes lakomát. Egy értelmes lakomát főzzék ki, nagy ludakat, nagy csirkéket, nagy krumplival, csinálják köreteket hozzá, kenyerek, kuglofok, minden, ami a lefolyik a csaport. Meg kacsák, lakomák lesznek, meg malacokat egészben, hogy eszi a almát, a malac. Főzzél neki, máma Szitti, de én nem fogok főzni. Itt álljál hát meg. Ja. Akkor megvárunk itt. Beszélek a papa, egy ásványvizet még veszek. Ja, az a halak. Hú, van az a... Hogy az a piszkos, bakmar, csiska, labdaszedő szívmárjátokat azt? Azt hallgass meg! Ellopták a kocsimat, mi van? Te! Valami jó kárt kell főzni, hát én nem, ezek állandóan tojásokat. Mi az a fülükben? Mi is rájött tökettem. Jaj, itt a kenyér benne, ne. Ó, szalonna, pap. Kikei kezdtem dobni, mert lehet itt van egy hete már. Lehet, ma itt van egy hete, mindjárt kidobom mindjárt valamelyik kukába. Mindig így benben hagyják. Ja, mondjuk én is itt akarítom annyira nagy sűrűn az autót. De lehet kezd kikék, hát szalonna. Mindent csinálni ilyeneket. Ez már nem jel. Van már, ez már mi út? Igen, itt hagyom, el lesz a vége. Figyeld meg, itt hagyom. Elmegyek. Nekem is minek? Már dobjába üzenhet. Tigris videónőhöz kell vinni mindig. Fel kell a kámomból, azt egybű vezessek kilométereket. Egybű nyomjam. Oh my God! Hello! No! Gyere már! Hol vagy már? Nem jön ki, máma, figyelj meg itt, hagyom, azon gondolkozom. Mi bement menni, mi egy szalámit ment bevenni egy oroszáig. Mindjárt felgyalogluk. Mit dudáltok, mondjátok már. Gyere már!
Na. Hamu vagy már? Ha mi úgy ben vagy? Hát kudózt el, azt hiszed, hogy a boltba csak úgy van, hogy előre tolakodunk mindenkinek. Ha ben vagy egy orosz szájéna. Na. Hogy én velem mindig állandóan, mindig a bolondját járassák. Hogy azt a bacsár rohadik minden itt neki. Amit leműveltél velem, ugyanúgy nyakorra vágok. Nem tudtam neki, hogy sofőrtem. Hát én nekem nem merj dudálni. Nem mondtam neki, hogy nézd, csak a maszkai is átszerte, is tudja. Nézd meg az égetőn, nem látok, azt hittem már valami baj van benne. Boltban is, akik bent voltak, mindegyik azt hittem már valami baj. Hát anyu, milyen sokáig jöttél, hát ne játszám már veletek. Miért jöttem soká? Hát kikértem már, azonnal jöttem kifele. Na hát olyan soká jöttél, hallottad, már nem tudom. Én nem lítettem meg nyakon szinti. Hát mondtam neki, ne dudálj. Jó, hát csupán meg ezt a tudtam szinti hátul. Olyan soká jöttél már, hogy szó, te jött a szavakban, akkor mert tenni neki lesz. A füledet, fogadjunk. Mit se vett kóval nem lévünk, mikor éhes. Amúgy az a bajom, már látod, azt tudja, hogy éhes vagyok. Azt mondta valaki neked, hogy ne egyél. Hát mit tegyek, adjuk? Hát hogy egyek? Rád egyedül... Nem tehetek róla, ha a pendel válogat. Egyedül, amit teszek, az egyedül az a hátra. Majd megtanulsz nem válogatni, megeszed, ami jó korom van. Na, ez is jó kor, hogy fel a 30-as táblát, mikor már itt vagyok. Hát ma én vagyok. Jó, menjél már. Menjél már. Nem jön semmi. Mert nem tud semmit. De hogy szerintem, hogy is valami. És most van már baja. Telefonon miért nem lehetett ezt megkérdezni? Annyit nem tudsz, mint az a biciklitárló. Ő a biztonság. Milyen biztonság? Nem volt bent a védőnő. Nem volt, de? Nem, hát nem. Szinti tudja, a háznában vagyunk. Ki volt házhoz? Ja, hát van, mikor kutottam. Hát most mit csinálja? Szinti tudja azt. Majd telefonon fel lehet venni. Igen, ha felhívjuk akkor. Mondom, személyesen csapja. Siess, be pisileg. De hogy siessek, Szinti? Házak vannak körül, valami kiugrik, hát mindenre számolni kell. Jó, ma haladjál már, hát erre satszó. A kutya is. Már nem bírja, hogy holjak ő. Siess! Csíjetek szépen, hogy tudok, na lesz-e, ne? Na, azt mi meg... Ne! Jaj, na, ott szalad. Mi volt ez? Mi volt ez a műsor? Hon voltatok? Mondd már meg, hogy hova mentetek el. Elvittem, fogod magad, azt el... Együtt a boltba vittem, egy bennék, mi van? Ti legalább annyit szavtatok már, hogy ne csináljátok ezt. De miért nem csináltatok? Kisültem, hogy horgászni megyek. Nem, majd mindjárt bejelentetek. Te nekem állandó jellekkel mindig megtanáltam. Nincsen is, hogy másik kocsi. Elmentem, még egy ez az én napom, mám. Ez az én napom. 5-10 meg ez is 600 forint, mám. Mindennek van nagy ára. Kegyet se. Ó, de jó röfögek. Na, kajó, pia van minden. Hagyj szálljon most már. Ez az én napom, mamma, a becsárat eljött a jó videó. Innen én már most már haza nem jövök estig, ne fog. Lehet tolni, mám. Izombú lehet. Jó kis jó friss kárászok. Kis törpék, minden esznek. Jó halászlevet csinálok bele. Oh, wow.
van egy kicsit odébb van, de hát majd én hazamán nem megyek a biztos máma estig. Na már itt vagyunk, látod úr, hála jó Istennek, megint lámpa le, Franco övet ki. Na nézd, ó, de jó a víz. Na remélem aztán lesz itt a csárget is. Ó, de gyönyörű. Ez az. Na, nem is megyek én olyan messzire itt. Ja, hol lesz az itt? Itt a nádasos vízine. Ó, de jó sötét a víz. Ez volt az egy nap. Ne nyugodt a ráj. Ráérünk akkor. Megkajázunk egyet. Hopp. Akkor eszegesünk egy pár falat, itt nyugodtan van idő. El a végét. Na akkor, hagyd szálljon az élet. Mindjárt közben megnézem is a helyet, mert lehet, hogy gyárébb, vagy arrébb. Egyre megy. Ez az élet, gyerekeim. De ilyen szép napom nem volt mostanában. Nem is emlékszek ilyen. Kicsit szél van, de hát jó ide. Már ki is egy is. Köszönöm, annyira igyekednék már. Na, megyek jó, beítetek el először. Szép, húzom.
dobáljunk befelé. Ez nem igaz, ez a valóságot nem akarom látni. Ez nem a valóság, ugye? Hogy hátra tettem. Hát nem fél az út. Nem tudom, értem se. Egy is van zár. Ezt már nem hiszem el, ez már tényleg elég az. Ezt nem hiszem, van azt a piszka személygát, a mocskó seget tegye meg a farú. Kivették a pecámat. Putyára jöttem ki, megint én vagyok a csicska meg a labdaszerő. De ez már magyarul, ez már mindennek ott ne továbbja, mert most már ismétlen be kell zavarodnom. Nem hiszem el! Halálra vagyok cumisztatva! De megcumisztattak meg! Azt a piszka szemét látok, hogy halálra vagyok cumisztatva mindig! Mindig én vagyok a labdaszedő! Ezt nem bírom most már! Ki vagyok, de most hazamegyek, de most itt vadultok mindjöttök! Mindjöttöket elvadítalak a háztól, ne féljetek! Ez biztos lesz, Stefi! Úgy, ahogy mondtam, ez mit van a vége? Na, te is megzavarod, rá is hívod! Kirúgasztam a majmot! Mi csinál? Gyere csak ide! Álljál már meg! Mi bajod van? Álljál már meg! Azt sem tudod, mi baszó! Bocsára mentetti, most megtaparom! Mi bajod van? Annyi szóljál a feleségét! Mi bajod van? Azt mondod, mi bajod van? Bocsára mentem ki! A pecaménkünk megintettem a halakok! Lenyugszol, lenyugszol! Ilyen kár leszok! Húztátok a vízteket, én láttam őt! Akkor fogtoztam volna lepelek meg vedelre! Jó, halászlanok! Hát ki vett a pecámmal? Ki? Nem én voltam! Nem azt tettem! Állj meg! Hát tudod már meg! Na! Még megint én vagyok a csicsi? Hát nyugodjál már le, ihatihók! Még én kapom magam egy pigetek után is! Na! Neked nem rögezzük belőleszik mostanat! Miért vetted a pecámat az autó? Hogy nem vetted észre, hogy nincs a kocsiba? Hogy mentél ugye? Mi mindig ez van? De ti csináljátok! Ezt nyugszol! De szintén nem tudtak majd beülni! Szépen megkérdezem még egyszer, lenyugszol? Na, ajánlom neked, hogy lenyugodjál! Hű, de felmérget, Istenem! De hogy gondolsz te ahhoz, hogy egy férfinek tetszik? Hogy rontol te ide ebbe a házba, mint egy vaddisznó? De hogy állsz te neki egy férfi? Rakol te ide be! Hogy állt? Hogy állt? Hogy állt? Hogy állt? Hogy állt? Hogy állt? Megérdemelted, viselkedjél ezt férfi módjára! Honnan a pecám? Gyere, én neked meg mindenki vissza! Mondjátok meg, honnan a pecám, mert máma nem lesz alvá! Honnan a pecája, Stefán? Ott a kukánál! Kuka mellett van. Megvan a pecám, de akkor megyek, megnézem akkor. Na miért? Ha nem lesz meg a pecám, akkor meg... Akkor mi lesz? Mi lesz, ha nem lesz meg a pecám? Nem fogok pecázni! És ha megmérgesz, kinyitni köszön, visszatörgelem! És nem is fogok menni pecázni akkor, ha nem lesz meg. Te vagy a hibás, te nem vagyok hibás. Mert ki kellett figyelni, most te találtad ki, hogy menjünk be útba. De akkor hogy fért volna a feleséged? Amúgy meg nem, de, amúgy meg ő a hibás, amúgy meg nem vette észre, hogy nincs bent a pecája. Hogy nem vette észre? Hát, hogy lehet úgy emlék pecázni, hogy a pecát meg sem nézem. Biztos benne van. Meg el ott volt a váltónál, hogy nem lássa. Hogy nincs ott. Hát meg volt fel, hogy depak volt a szoktan, gondolom én. Áj, Istenem, kár. Mindig meg a távolat. Emlékszem, gyere!
most inkább szeretet kell és a család. Rága családom, szegény apám imádom, szegény anyám felnőttek engem. Rága családom, szegény apám imádom, szegény anyám felnőttek engem. Emlékszem, gyerek volt, hogy Cimérá, igazi gyermekkorunkat éltünk Cimérá. A kút az utca meg az árokba ugráltunk, azután este mese jobb váltunk Cimérá. Drága családom, szegény apám imádom, szegény anyám felnevettek engem. Szegény apám imádom, szegény anyám felneveltek engemet. Emlékszem, gyerek voltam Zsimérál, alsam korgot tenni, mert nem volt Zsimérál. Az apánkat vártuk a munkából Zsimérál, azután ettünk vacsorát, tett ki az anyám. Drága családom, szegény apám imádom, szegény anyám felneveltek engemet. Drága családom, szegény apám imádom, szegény anyám felneveltek engemet. Most már meg felnőtt lettem Cimérá, köszönök minden szívből szóló Cimérá. Szegény, de gazdag voltam Cimérá, mert ami az fontos, szeretet volt és a család.